Köszöntöm nézőinket, ez a szerda este, benne pedig a hét témája. 25 éves a szakképzési törvény, korszakos változások, új irányok címmel rendeztek konferenciát Budapesten a közelmúltban. Ezen részt vett Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója, akit sok szeretettel köszöntök. Köszöntöm én is. Illetve dr. Lükő István nyugalmazott egyetemi magántanár is, aki a szakképzés egyik nagyon jó ismerője és tudója. Köszönöm önt is. No, akkor nézzük, mi is volt ez a konferencia tulajdonképpen, milyen témákat hoztak fel, és ugye az alkalmat azt már mondtam, hogy 25 éves a szakképzési törvény. Hát ha számolunk, ez 1993-at jelent, és ez a rendszerváltás után egy nagyon fontos dolog volt itt Magyarországon, és a lényeges, hogy Közép-Európában elsőként alkottak szakképzési törvényt, amely az új gazdaság kihívásaért szeretett volna választ adni, illetve adott is választ ebben az időszakban, úgyhogy ezért korszakos jelentőség, hogy ez Magyarországon létrejött, és hát a 25 év alatt a szakképzésben nagyon sok minden történt, nagyon sok eredményt értek el, és ez a konferencia áttekintette ennek a 25 évnek az eredményeit, de én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy szinte minden előadásban, minden panelbeszélgetésben a jövőről volt szó, hogy melyek azok az értékek, amelyek a 25 év alatt megfoghatók, továbbviendők, fejlesztendők, és mi a jövő kihívása, és úgy gondolom összességében az fogalmazódott meg, hogy ez a 25 év szakképzése jó alapot ad arra, hogy a mai kor munkaerőpiaci, gazdasági kérdéseire is jó választ tudjon adni a szakképzés. Tanár úr, ön aktívan részt vett ebben a 25 évvel ezelőtti szakképzési mizériában, mondhatjuk így, hiszen ott akkor nem állt semmi a helyén, ugye, hogyha jól tudom, egy komoly rendszerváltozás utáni dilemmával kellett szembenézni. Igen, hát én kezdettől fogva részt vettem az előkészítésében, a törvénynek és az OKI törvényhez kapcsolódó országos képzési jegyzéknek kialakítása, valamint tudományos tanácsadó. Egy picit visszanyúlnék még a rendszerváltás előtti időszakra, már akkor is voltak kísérletek arra, hogy hogyan lehet a szakképzést a gyakorlathoz, a gazdasághoz közelebb hozni, és akkor én adaptív szakképzési modellnek nevezték el azt, amiben soproni szereplők, a vendéglátó szakközépiskola és Vránics István működtek közre, és ebből a korszakból hoztam egy erekét, a történelemkönyv, kísérleti tananyag a vendéglátó szakma kísérleti oktatásához 88-ban jelent meg, és Horváth Edit írta, aki annak idején itt dolgozott Sopronban, itt tanított, most már Budapesten van. Tehát, hogy voltak előzményei, a törvény előkészítése az nagyon alaposan történt, és itt hoztam a szakképzési szemlének azt a számát, amiben erről szó van, és már le van írva, hogy milyen elképzelések lesznek. Hát bizony elő kellett készíteni sok szempontból. A régi OSZD, tehát országos szakmunkás jegyzék, technikus jegyzék, stb. Összevonásával született meg aztán az országos képzési jegyzék, de maga a törvény az tényleg korszakos jelentőségi volt. Az én előadásomban ezen a konferencián azt mutattam be, hogy ahogy Tibor is említette, Közép-Európában először született meg ilyen törvény, és ez nagyon, nagyon alaposan körbejárta, hogy a szakképzésnek hová kell kapcsolódni. Még egy lényeges soproni, illetve hát az én közreműködésemhez köthető tény szeretnék megemlíteni. Itt van egy lista, Ausztria és Magyarország kötött egy kormányközi megállapodást, hogy hány szakmát fogadnak el kölcsönösen. Még akkor nem volt OKI végzettségű szakember, de a szakmákat megvizsgáltuk, és ezt a 25 szakmát, vagy 23 szakmát fogadtuk el, vagy fogadták el kölcsönösen, és ennek a kormányrendeletnek a melléklete. Itt vannak benne a szakmák, csak asztalos, autószegy, cukrász, esztergály, stb. Nem sorolom fel. És ez ahhoz kellett, ugye, hogyha jól sejtem, hogy már tulajdonképpen a 90-es évek elején ezekkel a szakmákkal rendelkező szakmunkások vagy szakemberek bátran átjárhattak az osztrák oldalra. Így van, mert ugye a törvényszel meg a rendszerváltás utáni korszakban vagyunk, amikor már ugye Németország egyesítése megtörtént, szétbomlott a Szovjetunió, stb. Tehát azok a társadalmi politikai feltételek jelentősen megváltoztak, amiben megjelenik a munkaerő mobilitás, és így ennek a jelentősége felértékelődött, tehát átjárhatnak
Magyarországról és bármely országba. Hát fordítva nem nagyon láttunk még sok ácsot itt a Sopronba, de hát az a lényeg, hogy sokan nem tudják, hogy minek köszönhetően járhatnak ők át dolgozni. Főigazgató úr, ugye említett, hogy a jövő az egy fontos része volt ennek a konferenciának, hiszen bárhogy is nézzük, a 25 év az 25 év, de a jövőbe kell tekinteni, hiszen itt össze kell szedni azokat az irányokat, amelyek eddig jók voltak. Lehet ezt úgy követni ma a gazdaságban, hogy valóban jól működjön, hiszen annyira gyorsan változik minden? Nagyon köszönöm ezt a kérdést, jó kérdés, és erről sok szó volt ezen a konferencián. És itt is van egy soproni kötődés. Az én ezelőtti iskolámban, ami valójában most is a Handel Nándor szakképzés az elődjében, és a Soproni Egyetem közreműködésével 1996-tól működött egy olyan modell Sopronban kizárólag, ami egy angol képzési modell volt, egy szakképzési modell, 14 évig rendkívül sikeresen működött, aminek az volt a lényege, hogy a tudást a szakképzésben átértékelte, és így jutunk el a mai napig. Vagyis arról szólt, hogy nem igazán technológiákat, eszközöket kell megtanítani a tanulóknak, mert mire végeznek, ez változni fog, hanem úgynevezett kompetenciákat kell fejleszteni, amely képessé teszi őket azért, hogy bármilyen újat befogadjanak, és azokat az alap szakmai kompetenciákat fejleszik, amivel 10-20-30 év múlva is helyt tudnak állni. Ez a soproni kísérlet alapozta azt meg, és nagyon jó eredménye volt, hogy a magyar szakképzés 2006-tól átállt egy kompetencia alapú képzésre, és itt jutunk el a mai időben, amikor ezek a kompetenciák tovább felértékelődnek. Ugye ma beszélünk az ipar 4.0-ról, ami a digitális technológiának az elterjedését jelenti. Itt a digitális tudás, a fejlesztés, az ebben való jártasság egy alapkészséget jelent. A másik pedig azokat a kompetenciákat, amelyeket ma a gazdaság elvár a kitkerült tanulóktól. És az általában nem a technológia ismerete, hanem együttműködő készség, kreativitás, probléma megoldás, digitális tudás, kommunikáció, és így tovább. Tehát a szakképzés tartalmának e felé kell elmozdulni, és gyakorlatilag ezt ebben a 25 évben sok minden megalapozta, és büszkék vagyunk arra, hogy ez a soproni modell nagyon sokat tett ahhoz, hogy ez sikeres tud lenni. Most a jövőben a tartalmi átalakítás áll a szakképzés előtt, ebben az irányba kell átalakítani a szakképzést, és hozzáteszem, hogy ezzel az a célunk is, hogy népszerűvé tegyük a szakképzést. Tanár úr, ön most egyébként csak a háttérből figyeli az eseményeket, vagy még azért aktív közreműködője, hogy ha tud, akkor hozzátesz még valamit? Igen, hát eléggé aktíven már többet dolgozom szinte, mint az aktív korszakban, de valóban. Először is ugye itt a faipari karon formálódik egy faipari tudásközpont, a faipari mérnöki karon, illetve most a Simonyi karon belül, aminek az a lényege, hogy az egyetem fogja össze a szakképzőiskolákon keresztül, a vállalatokon, kamarákon át azt a rendszert, amiben a szakmunkások, technikusok, mérnökök dolgoznak, és különböző cégeknél teszik a dolgokat, és azt a tudást, amit felhalmoztak, azt megosztja majd. Tehát szeretnénk egy olyan előterjesztést készíteni, amiben egy teljesen új modell dolgozunk, aminek az alapjait a köztes időszakban, amiről beszélt a Tibor, meg a mostani között volt egy ilyen szakképzés pedagógiai kísérlet, az úgynevezett vertikális modularizációnak a kipróbálására, amiben nemzetközi együttműködésben a Hamburgi Egyetemmel kipróbáltuk azt, hogy Sopronban itt vannak a szakmunkások, technikusok, mérnökök, és akkor miért nem dolgozhatnának ezek együtt egy projekten. Itt van az a íróasztal, amit a mi intézetünkben készítettek közösen. A mérnök megtervezte, a technikus lerajzolta, most leegyszerűsítve a dolgokat, és a tanműhelybe kivitelezték. Most ennek olyan jelentőséget tulajdonítottak Németországban, hogy ennek alapján több országban kipróbálták ezt a modellt, és ez lett a neve, hogy vertikális modularizáció. Szerintem most is erre van szükség, tehát hogy nem lehet elszigetelten csak a felsőoktatása, a mérnökképzése csak erre koncentrálni, mert a valóságban is együtt dolgoznak ezek a különböző kvalifikáció szakemberek, hogy így mondjam. Tehát ez az egyik. És itt eljutottunk az egyetemen oda, hogy a Ciráki József
doktori iskolában, faanyagtudományi technológiák iskolában létrejött egy hetedik program, az anyagismeret és a technológiák szakmódszertana. Tehát a pedagógiai vonal, az oktatási vetület is megjelenik, és én részt vettem, múlt héten volt itt egy konferencia, a faipari karon, a Gépészeti Intézet rendezte, aminek az volt a címe, hogy faipari ipar 4.0. És ebben sok előadás elhangzott, felvetették azokat a problémákat, illetve jelenségeket, ami a faiparhoz kötődően az a Tibor által említett digitalizáció és automatizálás terén megjelenik. Főigazgató úr, a szakképzési centrumok helyzete most jelen pillanatban. Ugye mondhatjuk, hogy egy pár év az, ami tapasztalatszerzéssel most eltelt, mennyire erősödött meg? Három éve, harmadik tanévünket zárjuk, és azt tudom mondani, itt a választások után fölállt új helyzetben. Egy új minisztériumhoz kerültek a szakképzési centrumok, de Pöröskei Gáborné helyettes államtitkár szavait idézve, aki volt is itt és Sopronban a szakképzési centrum munkájával is elégedett volt, és a stúdióban is volt egy beszélgetésen, azzal jellemezte, hogy csomagban megy át az egész szakképzés az új minisztériumba, ez az Innovációs és Technológiai Minisztérium, ami azt jelenti, hogy továbbra is a gazdaság irányítása alatt marad a szakképzés, és a szakképzési centrumok működését jónak ítélik, és további támogatást adnak, tehát azt tudom elmondani, hogy bizakodó a jövő, és nagy fejlesztések állnak a szakképzés előtt. Itt beszéltem már a tartalmi fejlesztésről, és várhatóan a tantervek átalakítása ebbe az irányba fog mutatni. Rendkívül nagy hangsúlyt fog kapni a pályorientáció, tehát szeretnénk minél inkább népszerűsíteni a szakképzést, és továbbra is prioritás a felnőtt oktatás. Ugye három éve lett ingyenes a felnőtt oktatás a második szakképesítésre is. El tudom azt mondani, hogy szeptembertől tovább is támogatjuk és indítjuk, várjuk a jelentkezőket. El kell mondanom, hogy jelenleg a szakképzési centrumnak 3500 tanulója van, ebből 1000 fő az felnőtt oktatásba vesz részt, és kúrens szakmába szerez első vagy második végzettséget, és ezzel élhetnek továbbra is, úgyhogy nyugodtan lehet nálunk érdeklődni. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondták nekünk, és reméljük, hogy a következő 25 év is egy sikeres időszak lesz majd mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Úgy legyen. Köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt a hét témája a szerda estében. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Köszönjük figyelmüket! Önök a szerda estét a Sopron TV heti rendszerességgel jelentkező magazinját látták. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Addig is nézzenek minket és keressék online tartalmainkat a sopronmedia.hu weboldalon és a Sopron Media Facebook oldalán. Ne feledjék, ha szerda este, akkor Sopron TV. Viszontlátásra!